Hát mély tisztelettel üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, itt vagyunk Rákospalotán. Ugye tulajdonképpen a Veresi vonal mellett vagyunk, Rákospalota Újpestnek a bejárati főjelzője az ott van pont mögöttem, és itt van egy vágány mellettünk, egy ideig mondhatni párhuzamosan halad a Veresi vonallal. Ez a vágány már egy alkalommal nagyon régen be lett mutatva, ez nem más, mint a növényolajgyárnak a vágánya, ami feltehetően így a 90-es évek végén volt utoljára használva. Ezt fogjuk most bejárni, meg egy kicsit beszélek róla, tartsatok velem. A vágány egyébként megvan teljes egészében, ugye még egyszer, tehát ott a Veresi vonal is ott távolban, pedig ugye a Szobi, illetve hát mondhatni ugye a nemzetközi fővonalunk, melyen ugye a metropolitánok, illetve Bátor és egyéb ilyen nemzetközi vonatok is közlekednek. Szlovákia, Csehország, Terespol, Hamburg, szóval azért jó sok irányba mennek ott a nemzetközi vonatok. És a vágány itt van, lehet látni, ki is van taposva itt neki egy kis rés. Szerintem sokan járnak, mert majd mindjárt láthatjátok, hogy egy ilyen kis, hát nem parkos, de egy ilyen kis zöldövezeti részre fogunk majd mindjárt kibukkanni. Szóval szerintem sokan járnak oda kutyát sétáltatni, és ezért itt megtörték az utat itt az űrszelvényben. Mint ahogy mondottam is nektek, ugye itt a rákospalotai régióban az iparvágányok azért hemzsegtek, illetve hatalmas ipari élet volt utoljára. Itt a kertváros után van egy ugye a Veresi oldalon egy ilyen nagy iparvágányi övezet, ugye ezt már egyszer mutattam nektek. Utoljára, ha jól tudom, akkor a Medimpexet szolgálták ki. Mára már aktív kiszolgálás nincsen, ugye a csoki is megszűnt, egy csoki, aki ezt nem tudná, esetleg csomóponti kiszolgálás, tehát ma már nincs is újpesti tartalék, egyszerűen az ipari élet megszűnt létezni, mondhatni 100%-osan. De a vágány, mint láthatjátok, itt is, itt pusztul, és hát talán az egyik legrégebben használt a környéken, és jelenleg is fellehető vágány az ERSZ, tehát a növényolajgyárnak a vágánya, ami egyébként egy nagyon-nagyon kis hangulatos vágány. Itt a hídja, az nekem nagy kedvencem, ezt mindjárt mutatom is nektek. A hídnak nyilván oka van, hiszen itt megy alattunk a Szilaspatak, ugye ott a hídja a Veresi vonalnak, de hát ott ugye aktív forgalom van, ez pedig a hídja az iparvágánynak. Ezen a részen csak azért nem nőtte be a dzsindzsa, ugye, vagy innentől kezdve, hiszen ahogy mondom, itt ez eléggé egy rendezett rész, gondolom ide járnak kutyát sétáltatni, stb. És tulajdonképpen, ha egyszer eltűnik ez a vágány, akkor szinte 100%, hogy egy nyoma mindig is marad majd, ez a híd, hiszen ez nem fog innen eltűnni. De láthatjátok, hogy nyírták a füvet, ami sinkoronára és került, mármint a vágott fűből. Forduljunk meg. Láthatjátok a vágányt innen is. És hát itt majd, ami még érdekes lesz, hogy micsoda közvilágítása volt ennek, vagy megvilágítása volt ennek a résznek. Gondolom ez az éjszakai rakodásoknak a következtében került ide. Egyszer már mondtam nektek, hát egyszer mutattam be ezt a vágányt, de az nem most volt, szerintem az 18-ban volt, vagy 19-ben, jobb esetben 19-ben, de annál korábban biztosan nem, szóval lehet, hogy nagyon sokan nem is láttátok tőlem azt a videót. Franc se tudja, hogy nem-e került privátba, hiszen sok olyan videót privátba tettem, aminek nem voltam megelégedve a minőségével, akár képileg, akár tartalmilag. Bár képileg szerintem egyik régi videómmal sem vagyok megelégedve, hiszen mármint olyan nagyon régivel, ilyen 17-es, 18-as, hiszen akkoriban még a esélykamot használtam, ami hát egy gagyi akciókamera. Egyébként láthatjátok, hogy betonaljakról beszélünk, ahogy néztem, ezek végig betonaljasak, vagy végig betonaljas az iparvágány, és hát itt vannak a világító testek, és ugye erre akartam kiukadni, hogy akkor is kérdeztem, hogy sose jártam még erre este, hogy ezekből vajon valamelyik világít-e még, ott az eléggé romos állapotban van az, de mondjuk ezt talán még esetleg. Aztán Franc se tudja, hogy egyáltalán van-e még bármiféle elektronika
ez innen nem fog szerintem. Ja, de ez ki fog derülni. Nincs. Ezt nem tudom, hogy akkor megnéztem, mert nem emlékszem. Tehát akkor ezek biztosan nem üzemelnek. Jelenleg szemetesnek használják. Itt pedig a vágány, amiből már jó pár bokor kinőtt. Elég komolyak, tehát azért lehet látni, ugye az akácnő a legjobban, de ezek szerintem nem akácok, nem? De, mint ahogy mondtam nektek, én egy 18-as cikket találtam, ami szerint 20 éve nem volt kiszolgálás az iparvágányon. Azaz remek matematikai tudásom által kiszámoltam, hogy ez 98-ba lehetett feltehetően. Tehát valóban jó rég nem volt itt semmi. Őszinte leszek, fogalmam nincs, hogy ez például mi lehetett. Minek a maradványát látjuk itt. Aha, ez valami elektronikai doboznak szerintem, nem? Annak lehet a maradványa, én azt feltételezem. És mindjárt eljutunk még a jelzőig, és tulajdonképpen itt a vége. Ez nem egy olyan hatalmas nagy téma, csak erre jártam, mert Rikári mesterhez megyek, és akkor gondoltam, hogy ezt a témát felölelem nektek, és egy ilyen kis videót csak csinálok róla, annyit azért mindenképpen megér. De ahogy látom, a jelzőben már optika sincsen konkrétan. Ah, és milyen érdekes itt ilyen két, mint hogyha egy híd lenne. Ugye? Igen, olyasmi pedig. De hát ugye itt nem volt semmi szerintem. Hát aztán a franc tudja, nézzétek csak. Lehet, hogy itt volt valami annak idején, csak itt betemették. De eléggé ilyen, van egy ilyen csík. Ah, igen, mindenképpen sréjen kellett lennie. Valami biztos, hogy volt itt, valami kis csatorna, vagy valami elvezető, mert mindjárt fordulok, csak hogy jobban lássátok távolról. Ha megnézitek, akkor ott beljebb kezdődik, előbb van vége, itt később kezdődik, később van vége ennek a peronszerű résznek, de ez inkább egy hídnak a két oldala. Tehát itt valamikor, amikor a vágány kiépült eredendően, ami nyilván nem mostanában volt, akkor itt még valami kis mélyedés volt, amit azóta betemettek, de így, ha jobban megnézed, akkor van annak az én nyoma. És hát itt a jelző, és ahogy mondom nektek, vagy mondtam nektek, nincs benne szerintem, de hát várjál, optika lehet, hogy van benne, hát nem üzemel, az biztos, de van benne talán optika, igen. És hát a jelzőt elhagyván még annyi van, hogy itt az útkereszteződésben, illetve a telepen belül is megvan. Még itt jó hátra ment egyébként, meg van is egy váltó, tehát szétágazott az iparvágány. De láthatjátok, hogy megvan, benne van az útban is. Döcögnek át rajta az autósok. Illetve itt a gyalogos járdán is megvan, és akkor mutatom nektek, ott van a váltó. Hát, igazából a növényolajgyári iparvágányról ennyit, mert nagy érdekesség szerintem ezen kívül nincs benne. Hát ez itt fog rohadni igazából, ameddig valami, legalább az aszfaltból fog valószínűleg először eltűnni, amikor valami közműépítés lesz, vagy felújítják az utat, de valószínűleg a többi része az itt fog rohadni, amíg a területtel nem lesz valami területrendezési történet, ami ki tudja mikor lesz. Hát én köszönöm szépen a figyelmet nektek, legyetek jók, nyomjatok egy hatalmas lájkot, meg iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, sziasztok! No, mivel a térséghez tartozik, a Ricsivel szoktunk beszélgetni, és múltkor mondtam neki, hogy van pár ilyen villamos vonal, ami ugye ilyen régi maradékokból maradt meg, vonták össze, vagy így fityeg úgy valahol a hálózatnak a végén, és némileg értelmetlen, és pont az jutott eszembe, hogy bár akkor nem soroltam bele, de valamilyen szinten a 12-es villamos is egy ilyen, itt a különálló szakasza. Ahogy látom, nem igazán mennek ezek nagy utas számmal, pedig itt vagyunk délután a csúcsban, pénteken. Mert elviszik a buszok az utasokat igazából. És pont ugyanilyen a 42-es villamos, aminek így ebben a formában sok értelme nincs. De még az 52-est is ide tudom sorolni, ami hát aztán tényleg a térségemben van, és még életemben nem láttam, hogy ez teli lenne. Tök mindegy, hogy csúcsidő vagy azon kívül. Az ugye még egy korszerűtlen villamosvonal is az egyvágányú urok járatával. Na, és akkor azért mondom, hogy vannak ezek a
az érdekes megmenekülő villamosvonalak, miközben egyébként meg olyan villamosvonalak szűntek meg, amiknek azért nagyobb relevanciája lenne. Lásd, Tököli út. A negyedik vágányon vonathaladás, a vágány mellett kérjük, vigyázzanak!